Mindenkinek van egy csúcspont az életében. Van akinek az, hogy megvesz egy autót, van akinek az, hogy megveszi az első lakását. Olyan is akad, aki mondjuk az amerikai utat gondolja úgy, hogy annél messzebb már nem tud jutni az életében. És hát van olyan is, akinek viszont egy egyszerű Porsche dizájnos Huawei megvásárlása az semmit sem ér, pedig 450 ezer forintos eszközről beszélünk. Sziasztok, Zsolt vagyok, és a Tech 2 YouTube csatornáját nézitek, és ahogy az előbb is kiderült, a Huawei Mate 9 Porsche Design névre hallgató készülékkel találkoztunk most így a mindennapok során, és használtam is egy picikét ezt a készüléket, hiszen azért ez tényleg egy olyan prémium, olyan ritka kivitel, amit nem fogunk látni a mindennapokban, nem fogunk látni az utcán, hogy mindenki ezt emelni a füléhez, hiszen amint mondottam, majd félmillióba kerül ez a verzió. Miért kerül annyiba? A Huawei mindent megmutatott ebben a készülékben, amire képes, ugyan hónapokkal ezelőtt jelent meg ez a termék, viszont mind a mai napig annyira perfektnek tűnik, és tényleg annyira minőséginek, hogy leesik bárkinek az álla, akinek esetleg megmutatom. Az érdekesség viszont, hogy Kínában megjelent ebből egy Mate 9 Pro névre keresztelt verzió, ami azt jelenti, hogy ugyanezt a tudást pakolták abba a telefonba, csak jóval olcsóbban, hiszen ennek a készüléknek az a lényege, hogy a Porsche Design felirat rajta van, tehát maga a Porsche márkanév szerepel a Huawei Mate 9-szerű eszközön, de hát ez teljesen más, hiszen AMOLED kijelzővel rendelkezik, 256 GB-os belső tárolóval bír, valamint hogy hát ott van még a rendkívül erős chipset is, és a gyönyörű formaterv, a dupla kameráról nem is beszélve, tehát tényleg egy olyan készülék, amiben a Huawei minden egyes tudását, minden egyes technológiai újítását beletette, és megmutatta, hogy mire képes. Hogy mire képes ez a telefon, vagy valamint eleve a doboz hogy néz ki, hát azt lássátok, most bemutatom. Itt van tehát a készüléknek a doboza, ami külsőleg nem tűnik annyira durvának, viszont belső felépítésben is látszik, hogy ez mennyire egy prémium kategóriás telefon. Föl kell hajtani a fedelet, és akkor meglátjuk magát a készüléket, aminek látván eleve teljesen elképedünk, hogy mennyire gyönyörű, tényleg ez az egyik legszebb telefon a piacon, ezt így nem hülyeség kijelenteni én szerintem, hiszen nagyon gyönyörű előlapról van szó, picikét a szélek felé lekerekített, vékony, normális kialakításról, és hát fém hátlapról, ami picikét ugyan gyűjti az ujjanyomatokat, de ilyen sötét fémes, tehát hogy annyira minőségi, annyira dizájnos, annyira jól néz ki ez a telefon, hogy az elképesztő. Nyilván majd fél millió forintért a csillagokat is le kell, hogy hozza az égről, mind kinézetben, mind tudásban. Tehát tényleg azért ez mutatja a Huawei-nek a fejlettségét, a Huawei-nek a mostani állását, hogy mégis honnan, hová fejlődtek. Oldalra teszem a telefont, itt van egy kártya is, hogyha valaki egy ilyen telefont esetleg vásárolna, akkor azért kapjon már egy ilyen kis kártyácskát pont azért, hogy ez tényleg egy Huawei termék, valaki kivizetett érte baromi sok pénzt, és hát akkor már rakja ki az asztalra azt is, hogy van neki egy ilyen telefonja. Ha ezt is elemelem minden, akkor a tartozékokhoz jutunk, amiből rengeteg van egy USB Type-C kábelünk, egy nagyon minőségi fülhallgatónk, ami rendkívül jól szól, egy amerikai vagy angol stílusú csatlakozó, egy normál európai töltőfej, egy USB Type-C és micro USB átalakító, valamint egy tok, egy ilyen bőrtok, ami ugye arra való, hogyha a telefont belehelyezzük, akkor itt oldalt meg tudnak jelenni különféle információk. Hát én most ezt meg is teszem egy pillanat alatt, és meg fogom nektek mutatni, hogy ebbe a tokba beletesszük a készüléket, akkor itt oldalt ebben a kis sávban azonnal megjelennek azok az információk, amiket fontosnak tartunk. Szóval miután meghaltunk a doboz, illetve magának a telefonnak a külsejének a szépségében, azután jön az, hogy még egyszer hátas dobunk, hiszen azért ebbe a telefonba mindent belerakott tényleg a Huawei, amit eddig képes volt belerakni. Ennek köszönhetően az előlapon már nem egy IPS, hanem egy 5,5 hüvelykes VQHD, azaz 1440x2560 pixel felbontású AMOLED kijelző terpeszkedik, annak megfelelően csodálatosan jó betekintési szögekkel és nagyon jó fényerővel, még ebben az egyre erősödő csak-csak már majdnem nyárias napsütésben is tökéletesen látható a panel. Ami ezt a képernyőt meghajtja, az nem más, mint egy Kirin 960-as chipset, ez az egyik legfejlettebb, ha nem a legfejlettebb high silicon lapka. 8 magos processzor tartalmaz, 4 darab Cortex-A, 73 mag van, ami 2,4 GHz-es, és 4 darab 1,8 GHz-es Cortex-A53 mag, és ami még lényeges, hogy van egy másodlagos processzor is, egy koprocesszor, ami az ilyen mozgásokat vezérli, tehát akkor segít, amikor esetleg az erősebb processzort nem szükséges bekapcsolni.
Fantasztikus dolog, hogy 6 GB RAM került már ebbe a telefonba. Erre még annó a Huawei-nél azt mondták, hogy tök fölösleges, csak a telefon árát nyomja fölfelé, de hát nyilván egy ilyen majd félmilliós készüléknél ez már azért nem osztott, nem szorzott egyáltalán. Ami még elképesztően durva, az az, hogy 256 GB-os belső adattárolóval kell számolnunk, amin hát kb. Minden elfér, tehát a saját laptopomban nincsen ekkora SSD, mint ebben a készülékben. Viszont microSD támogatás nincsen, na már most ez valószínűleg azért nem túl nagy probléma. Ráadásul így a dual SIM-es képességet ki tudjuk használni, anélkül, hogy valamelyik SIM-kártyáról le kellene mondanunk. A tárcsázó ugyanúgy működik, mint más telefonok esetén, prediktíven lehet keresni a névjegyzékben. Egyébként ezen már, mint az előbb talán látható volt, már az Android 7.0 dolgozik, méghozzá az EMUI 5.0-as felületen ellátva. Az alsó vezérlő gombok közül ez az alkalmazás váltó, ez pedig a visszagomb, de hogyha ez mondjuk annyira nem tetszik valakinek, akkor a navigációs gomb menüpontban meg tudja cserélni, vagy akár szoftveres megoldásra is állíthatja. Az új lenyomat olvasó rendkívül gyors és nagyon precíz, be kell állítani egy PIN kódot ahhoz, hogy természetesen először üzembe helyezzük ezt a biometrikus azonosítót, és hát ezt meg is teszem, ugye képernyő feloldására használható alkalmazás zárolására is, és hát hozzá kell érinteni folyamatosan az ujjunkat ahhoz, hogy itt mutatja is, hogy az új lenyomat olvasó szenzort konfiguráljuk, és hogy ez megtörténik, már pedig most megtörténik, akkor utána tökéletesen fog működni minden, okézzunk, és ha lezárom a képernyőt, majd hozzáérek a szenzorhoz, akkor ilyen villámgyorsan már is fel fogja oldani nekünk a képernyőt, ez azért elég jó. A képernyő zár stílusa kétféle lehet, vagy normál, vagy pedig klasszikus értelemben vett menüt is ki tudunk helyezni. Ez nagyon szuper, mert én például azt a menüt jobban szeretem, de most így hagytam. Tehát vagy a főoldalról érünk el mindent, vagy pedig egy külön menügomb segítségével megyünk az alkalmazásokba. Az alkalmazásokba, amelyekből azért eléggé sok van, de azért nem olyan túl rengeteg, hogy mondjuk zavaró legyen. Van egy telefonkezelő, ahol a tisztítás, mobiladatforgalmat tudjuk esetleg nézegetni, engedélyeket, hátralévő akkumulátor százalékot, valamint az alkalmazásokat is le tudjuk zárolni. Ez mondjuk egy eléggé jó feature, főleg akkor, hogyha mondjuk valamit szeretnénk, hát itt most teljesen mindegy, beírjuk, hogy József, de nem így hívták. És hogyha ez is megvan, akkor társítani lehet az ujjnyomatot, és akkor mondjuk az Antutut lezárolom, és onnantól kezdve mindenképpen szükség lesz az ujjnyomatomhoz ahhoz, hogy ezt az alkalmazást megnyissuk. Egészen addig nem kell újra, ameddig a kijelzőt ki nem kapcsoljuk, ezután újra fog kelleni, egyébként bármikor vissza tudunk lépni. Antutuban egyébként elég magas a pontszám, de egyébként Geekbenchben is nyilván egy csúcstelefonról beszélünk, tehát nem fog megakadni semmi, sem a rendszer, semmilyen más programok. És itt vannak az extrák az eszközökben, időjárás, számológép, hangrögzítő, zseblámpa, hiker, okos vezérlő, valamint tükör, hiszen az okos vezérlő az azért is van, mert fölül ott van az infra, amivel például távirányítóként tudjuk használni magát a készüléket. Ami mindenképpen extra, hogy sztereó előlapi hangszóró került a telefonra, ennek megfelelően baromi jól szól, és nagyon-nagyon-nagyon szuper a minősége is, ezt most fogom megmutatni. Ez ugye a Huawei-nek a saját intrója és saját dallama. Rendkívül jól szól tényleg ez a hangszóró, és én megmerem kockáztatni, az egyik legjobb megoldás most jelenleg a piacon. Lehet témázni a rendszert, ha valakinek nem tetszik ez a kicsikét fémes kialakítás, akkor másokat is le tud tölteni vagy alkalmazni. Ez színesebb, én maradnék a Porsche dizájnhoz jobban illő formatervvel és ikonkészlettel. Van egészségügyi alkalmazásunk, ami szintén le lett zárolva új lenyomattal, tehát ilyen gyorsan működik, hogyha valamit ezt hozzá szeretnénk férni. Itt azért kalóriát, távolságot, megtett lépéseket, megmászott magasságot, mindent tudunk igazából mérni, és edzéseket is el tudunk indítani. Ennek megfelelően egyébként mondjuk esetleg tényleg elkezdünk különféle futás gyakorlatokat, és már is talán fogyni fogunk a következő pár hétben, hónapban. A legjobb alkalmazásban van még a VPS Office, ami természetesen
egy Office, tehát Word, Excel és egyéb dokumentumok olvasására lehetőséget kínáló program, TripAdvisor, hogyha valaki sokat szeret utazni, és a Daydream, hiszen már ez a Daydream platformmal, vagyis a Google-nek a virtuális platformjával kompatibilis telefon. Fölülről lehet lehúzni az értesítési sávot, ugyanígy érjük el a gyors beállítások kapcsolóit, amiből rengeteg van, és ez is személyre szabható. A kamera nyilván egy fontos elem, és a Mate 9-ből örökölte a képességeket ez a telefon, hiszen van egy 12 megapixeles színes, és van egy 20 megapixeles monokrom szenzor, tehát azért ez a kettő együtt tud dolgozni, ráadásul úgy, hogy akár kétszeres optikai zoomra is képes a telefon ennek köszönhetően. Rengeteg menüt találunk a kamerában, monokrom, szépítés, videó, HDR, panoráma, éjjeli felvétel, lassított mozgás, timelapse, dokumentum, olvasás, tehát tényleg csúcs telefonról beszélünk, ha pedig a Pro módra rákapcsolunk egyébként, akkor még különféle egyéb lehetőségek is a szemünk elé tárulnak. Van még a beállítások, itt lehet beállítani, hogy milyen felbontású legyen maga a kép, amit készítünk, van ultrafotó, hogy minél gyorsabban el lehessen készíteni a képet, hangvezérlés, időzítő, kamerarácsozás, tehát elképesztő mennyi mindenre lehetőség nyílik. És hát ugye a dupla kamerának köszönhetően DSLR-szerű felvételek is lőhetők, ez azt jelenti, hogy a hátteret egy kicsikét homályosítja a kamera, meg lehet adni, hogy milyen színben, de itt is látszik, hogy milyen jó minőségű a szenzor, itt pedig egy normál felvétel, dinamika tartomány, vonalélesség, részletesség szempontjából is az egyik legjobb kamera a piacon, még mindig pedig ugye nem mostani keletű ez a telefon. Nagy rekesznyílás engedélyezve, és innentől kezdve itt lehet megadni, hogy milyen legyen ez a rekesznyílás, maga a blende. Videózni 4K-ban tudunk, van előlepi kameránk is, természetesen szelfizni is nyugodtan lehet ezzel a telefonnal, pont azért, mert a 8 megapixeles kamera mindenkit képes kielégíteni. Egyébként lassítás az 720p-ben 240 fps-sel történik. Ami még lényeges, ez egy játék, teljesen mindegy, mit próbálunk elindítani, mert úgyis működni fog, hiszen a Mali G71 MP8 grafikus gyorsító az mindent el fog vinni. Én most egy egyszerű produktummal szeretném demonstrálni azt, hogy lehet ezen a telefonon játszani. Egy ilyen egyszerű gémet elindítunk, teljesen mindegy, tényleg most mutathatnám a Real Racinget, mutathatnám az Asphalt 8-at, egyik sem akadozik, mindegyik tökéletesen fut. De hát ezen a kijelzőn, ezen a telefonon játszani, vagy bármilyen tartalmat fogyasztani egyszerűen élményszámba megy tényleg, tehát hogy azért nagyon durva ez a készülék. Nyilván a 450 ezer forintos ár, azt nem lehet mivel megindokolni azon kívül, hogy itt van a Porsche felirat legfelül, meg hogy mindent belerakott a Huawei. A Kínában ugye van a Mate 9 Pro, ami ugyanezt tudja jóval olcsóbban. Ez inkább egy koncepciótelefon, inkább egy megmutatása annak, hogy a Huawei milyen szinten áll technológiailag, hova fejlődött, illetve milyen gyártókkal tud kapcsolatot létesíteni. Tehát aki ezt a telefont választja, az valószínűleg a 450 ezer forinttal is úgy van, hogy belefér, de átlagember biztos, hogy nem fogja megvenni ezt a telefont. Én megköszönöm a figyelmet, hogyha tetszett ez a videó, akkor kérlek iratkozzatok fel a csatornánkra, hiszen folyamatosan lőjük ki a különféle tematikájú és különféle témájú videókat. Lesz autós, filmes, mobilos és más technológiai, így drónos felvétel is. Sziasztok!